Akit ma egy kávéra hívtam, színésznő. Egy darabban, az Alduetben szerepe szerint éppen kínlódik a középkorúság minden nyűgével a magánéletében és a szakmai karrierjében is. És a darab egy adott pontján kiderül, mert rákja van. A történet szerintem ismerősen cseng, tudjuk, itt érint és érintett meg Tallós Rita. Én elmentem ugye megnézni ezt a darabot, Rita, és ott voltam sokkolva és a tapsiart hallgatva némán döbbenten a nézőtéren, ahol te szerepet szerint be is vállaltad, nevezetesen parókádat levetted, köntösödet kinyitottad, bár azt mondjuk nem a nézők felé. És szerintem ennek már híre ment itt az országban. Nem ez érdekel most, nem a darab. De ahogy távolodunk, már megvolt az operáció, már túl vagy a kemón, a sugárkezelések hamarosan véget érnek, és ahogy így nézel rá a történetre, úgy tovább mélyülsz magadban? Kutatod, mi miért volt, mi az út, ami ide vezetett, mi az, ami én ebből kiszedhetek magamnak? Mindenképpen, először is színészként is, tehát egy nagyon fura helyzet van, mondhatni csúnya szóval, hogy egy perverz helyzet állt elő, mert mindig figyelem magam, és figyeltem magam az első pillanatban, amikor a betegséget megkaptam, mire, hogy reagálok, hogy ezeket mind raktározzam. Tehát ez egy agyrém, ez a színész agy, hogy két felett dolgozik, egyrésztről megélem, mint egy normális ember, de a másik énem az pedig raktározza, és próbálja a képet merevíteni, és megjegyezni, ami történik velem. Érzelmileg is, a szituációt is, a helyzetet, hogy mit érzek, és ez egy állati fura dolog. Tehát, mintha a színészi eszköztáradba is bekerülnének dolgok. Berakom egy fiókba. Tehát, hogyha teljesen abszurdan fogalmazunk, akkor furcsa mód egy ilyen tapasztalásból a nyereséget, de még ezt szót is igen, furcsán tudom. Igen, ez ugyanaz, a Latinovics írta a Kötszurkálóba, hogy milyen fontos, hogy az ember ül a nézőtéren és nézi saját magát. Nem csak a nézőtéren, hanem az életben is az ember kicsit távolabb áll saját magától, és figyeli karba tett kézzel, hogy most erre hogy reagál. Amikor te ezt a szerepet megkaptad, utána mi találkoztunk nem sokkal a premier előtt, amikor még semmi nem volt. És eljött az Alduet premierje, és rá két hétre született meg a diagnózis, nevezetesen, hogy észrevetted magadon, hogy valami baj van. Azok a fázisok megvannak, hogy az ember fölsikolt, hogy miért én, miért kaptam ezt, én ezt nem érdemeltem meg, én ezt elutasítom, én ezt nem akarom, tehát amit ugye elképzelünk, ezeket végigélted? Ennél prózaibb azt hiszem a dolog. Tehát ugye az ember végig gondolja, hogy mi lehet, és akkor úgy reménykedik, hogy nem. De közben megint a színész agyam végigjátsza már egészen a halálos ágyig a történetet. Effektív, tehát fut a film, hogy mi lesz, ha itt teljes rák, áttét, hogy fogom megoldani, hogy ne legyenek fájdalmam. Tehát fut egy sokkal durvább film az agyamba. De az lefut, és aztán az ember körülnéz, hogy mi van körülötte, meg konstatálja az igazi helyzetet, ami kicsit sokkos, de nem annyira, hogy ezt úgy elképzeli az ember a filmekben, meg a darabokban, vagy a könyvekben. És azt hiszem, hogy nagyon sokat számít az, hogy ki van mellettem közvetlenül. Tehát, hogy mit kapok én, és milyen reakciókat kapok. Akkor nincs is rá helyzet, hogy én ebbe hisztériás rohamot kapjak, vagy belesüppedjek, vagy elsüllyedjek ebbe vagy a saját maga az önsajnálatba belesüllyedjek. Egyébként nagyon jó, amit mondasz, szerintem nagyon sokan tanácstalanok a tekintetben, hogy egy dolog van az érintett ember, de hogy a körülállóknak így lefagy a szoftver, hogy most erre hogy? Tehát, hogy hát már akinek? Hála Istennek, az én férjem az abszolút jól kezelte ezt a dolgot, mondta, hogy nincs semmi baj, semmi nem történt, megoldjuk, kész, ugyanúgy élünk, mint eddig, semmi nem történt. Tehát ez innentől le volt zárva, ugyanúgy éltünk. De jó, hogy ő azt mondja, hogy nincs semmi baj, de közben neked bent csendben ment tovább a monológ magaddal? Azt nem engedte. Azt ő mindig látta, és akkor azt mindig leállította. Ha úgy erré vettél volna, igen, vagy magad alá mentél volna? Azt ő látta, hogy hol vannak azok a stációk, amikor ő neki észnél kell lenni, és azt mondani, hogy ezt nem kérjük, ezt tessék abba hagyni.
De nem hagytad abba viszont a munkát. Tehát te előadás után mentél kezelést kapni. Gyakorlatilag, ha azóta összefutottam veled, motoron érkeztél. Elkezdtél újra edzeni, miközben még most is sugárkezelésre jöttél. Szóval Rita olyan, mint hogyha te hogy nem vetted tudomásul, nem. Vagy... Nem. Nincs mit tudomásul venni. Történt bennem egy marhaság, egy görénység elkezdett nőni, amit kiszedtek belőlem, amit én növesztettem, mindenféle lelki meggyőződésem, vagy lelki okokból. Tehát ahogy mondják, hogy a stressztől kezdve mindenféle miatt, ezt szépen kiszedték, és részemre ez a dolog, ennek vége van. Én levontam a konzekvenciákat, hogy kell élnem, hogy kell gondolkoznom, mit kell hova helyére rakni, és az utókezelést pedig az ember tudomásul veszi, hogy az orvosok úgy gondolják, hogy ez nem ennyi, és kell egy biztonsági kűr, vagy biztonsági kűrök. Ez a kemoterápia, meg a sugárkezelés. Azt mondod, hogy miért csináltam magamnak. Ugye mondtad már nekem, hogy gyakorlatilag ebből szeretnél egy könyvet. Igazából magadból kiírni, vagy másoknak megírni? Mind a kettő. Vegyük az első felé. Úgy gondolom, hogy azt, amit én érzek, vagy éreztem, vagy végigmentem ezen az úton, az fontos kibeszélni, kimondani, elengedni. Az elengedés a legfontosabb, és úgy gondolom, hogy sok mindenbe hazudunk magunknak. Én aránylag őszinte vagyok. Tehát helyzetekben, és sok olyan helyzetet tapasztaltam az életemben, amit nem mondanak ki emberek, mert ilyet nem szabad kimondani, én meg mindig kimondtam. Mondok egy példát. Én rettegek az öregségtől. Ilyet nem illik mondani, mert azt mondjuk, hogy ugyan, hát az öregségben is mennyi szép van, és attól ne, hát az minden rendben lesz, mert akkor azt éljük, ugye most, ameddig még életerősek vagyunk, meg nők vagyunk, meg nem, nincs az, hogy itt fáj, ott fáj, ez is szép, és akkor utána abba is van szép. És én meg úgy gondolom, hogy én ezt nem szeretném, de hát az ember tudomásul veszi, hogy ez van. De én ezt kimondom, hogy én ettől félek. Ez nem látszik rajtam, tehát ez nem azt jelenti, hogy félek, hogy masnikat fogok kötni a hajamba, és 60 évesen is mini szoknyába járok, mert én akkor is 30 éves leszek. Nem, hát az ember ezt méltósággal próbálja, mondta az anyukám, és mondtam, hogy én ezt a méltóságot állatira keresem, de én nem biztos, hogy megtaláltam, de törekszem rá. Tényleg csak méltósággal lehet, de azt mondom, hogy ezek a kimondatlan, nem mondjuk ki, ugye, azt nem illik kimondani, hogy félünk, hogy rettegünk az öregségtől. Van, akin látod, mert agyon szabjatja magát, és azon látszik, hogy retteg az öregségtől, hogy nem tudsz ránézni. De közben tagadja. Igen. De tehát ilyen... én azt hiszem, sokkal egyszerűbb, hogy azt mondom, én félek az öregség, viszont ezért mindent megteszek. Ezért tornázom, edzek, teniszezek, futok. Tehát igyekszem magam olyan állapotban tartani, hogy ezt késleltessem. De hogyha már így az őszinteségnél tartunk, akkor valahogy én nekem az volt a benyomásom, hogy ahogy azt mondod, hogy az ember képes megbetegíteni magát, illetve hogy te is járod azt az utat, hogy vajon miből, mi következett benned, amitől ez a, ahogy mondtad, görénység ott létrejött. Ott mégis valahol a őszintétlenség, vagy a ki nem mondott dolgok tudnak szerinted ilyet okozni? Hát a ki nem mondott, a meg nem oldott, a számomra rossz dolgok, amiket úgy gondolom, hogy igazságtalanul kaptam. Most az mindegy, hogy egy helyzet történt úgy, vagy kikerültem, vagy bekerültem egy helyzetbe, vagy... Ez lehet szakma, magánélet, gyerekkor, felnőttkor, házastársi kapcsolat. Mindenféle. Ezek mindenféle olyan atrocitások, olyan helyzetek, hogy az ember próbál megoldani. Én egy elég erős bányaló típus vagyok, tehát rajtam nem látszik. Én mindig erős voltam,
De hát ez, de nem igaz. Tehát az, hogy kifelé mit mutatunk, hogy állati erős vagyok és szívós, és mindent megoldok, és nem sírdogáltam otthon, amikor nem dolgoztam színházba, hanem kávéautomatákat pucoltam, mert meg kellett élnem, és a gyerekeimet el kellett tartanom, és ez nem esett nehezemre, az az egyik fele. De az, hogy én azt hogy dolgozom föl, az a probléma, hogy azt még én sem tudtam. Hogy közben valahol emésztetted magad. Én azt hittem, hogy nem, hú, de jó, megoldottam, hú, de frankó, nem érdekes, lesöpörjük, új, arra adják az utat, nem, de nem így van. Vagyis, hogy nem szabad söpörni, hanem ki kell... Elengedni kell, vagy megoldani, vagy ha nem megy, akkor elengedni. És amikor az emberbe gyűlnek a sok rossz helyzetekről, meg a szituációk, azok a keserű helyzetek, meg amikor nem voltál még úgy, hogy beszélgetsz valakivel, aki nincs ott, és te válaszolsz helyette? De. És ez a, tudod, ez a fűnyírógéped, ez a tipikus esete, amikor elkezdesz beszélgetni valakivel, vagy a kis nyuszi meg a vicc, hogy olyat válaszolsz, amit szerinted ő válaszolna, és úgy felhergeled magad, és nem jutsz el, vagy nincs helyzet, hogy kommunikálj a másikkal, mert te megoldod magadba, ahogy te gondolod. Tehát megoldatlan, vagy magadban kezelt, vagy úgy félted, hogy kezelt konfliktusokat sejtesz ennek a hátterében? Igen, mindenképpen. Egyébként, ha már ezt a kávéautomatát említetted, szóval én arra tényleg rácsodálkoztam, ugye, hogy én tudtam, hogy te ki vagy sok évvel ezelőtt is, ott volt a Csacsazsa című film, még a főiskolára se vettek téged föl, és akkor ott játszottál, ugye az egy alapfilm, szerintem a többségnek megvan. Aztán fölvettek a főiskolára, és ahogy utána összeraktam, vidéki színházaknál voltál. Volt egy színész férjed, 10 évet éltél vele, 2 gyerek, de valahogy a színházi köztudatba, a filmszínész, vagy filmes köztudatba, nem jöttél úgy nagyon vissza, igazán ami emblematikus volt megint, az a Jóban Rosszban eltöltött 4 év volt, és ahogy ott próbáltam összerakni a filmkockákat, ott a vidéki színházakon túl, te tényleg a protokoll, etikett képzéstől, a kávéautomata tisztításon át, a nem tudom én szinkronra tanítani, a nem tudom kiket, tehát hogy egy csomó mindent csináltál, ami nem a színészet volt, hanem a bányaló, aki túlélni akar, miközben nem azon a pályán játszik, ahol kéne? Vagy most bocsánat, hát hogyha... Igen, ez egy olyan dolog, hogy amikor egy autó megy az autópályán, és ki van írva, hogy mehet 140-nel, mondjuk, és egy jó autó, ugye az tud, az megy, nyomod neki, és megy. Igen ám, de hogy az autónból a 4 kerékből 2 kerék kimegy a patkán, akkor nem megy olyan jól. Nem jó a fogyasztása, nem jó a rugózása, és tönkre megy az autó. Tehát én azt próbáltam megoldani valahogy, hogy az a 2 kerék, ami nem működött, hogy legalább a másik 2 kerékkel találjak valami sima talajt. Tehát ez tőlem független, vagy nem tudom, nem tőlem független, ez egy hülyeség. Hát a főiskolától kezdve biztos tőlem nagyon függő dolgok voltak. Én vidéken nagyon sok szép szerepet eljátszottam. A Stuart Máriától a Liza Doolittle-ig, Légyó, mint halálig, tehát rengeteg szerepet, címszerepet, nagy szerepet játszottam. Aztán, hogy a gyerekek születtek, vagy jöttek a gyerekek, akartam följönni Pestre, mert itt lakom, itt van a lakásom, és nem lehetett, nem volt mód. Ugye volt egy olyan időszak, amikor én főiskolás voltam, azt hiszem 2 évig eltörölték, hogy akik végeznek a főiskolán és diplomát kapnak, kötelező volt vidékre menni vidékre. 3 évet. És 3 év után szíveskedjenek lefáradni a színigazgatók és a főrendezők, és válogassák ki, hogy nekik ki kell. Igen ám, de ezt megfúrták, pontosan a színigazgatók és a rendezők, mert nem volt idejük, kedvük, energiájuk, És te lentre kettél vidéken? Hát én nem voltam, 3-4 évet voltam lent vidéken, és utána azt mondtam, hogy én fel akarom rendesen, nem egy színészházba akarom 20 négyzetméteren fölnevelni a gyerekeimet, hanem ott van egy jó lakásom, itt van a családom, a szüleim, hogy én Pesten szeretnék élni. És megpróbáltam elhelyezkedni, abszolút sikertelenül. Tehát volt a színészi diplomád, de te megcsináltad a
Iparművészeti főiskolának az Art és Design menedzser, hát csak ilyen félve artikulálom. Tehát, hogy ott volt két egyébként ilyen, ilyen vágyott diploma kezedbe, és mégis valahogy úgy sodort a szél, vagy hogy volt ez? Hát mindig próbáltam valamit. Én alapvetően színésznő vagyok, úgy gondolom. Én abban próbálok, mindig is abban próbáltam érvényesülni. De hát ez nem ilyen egyszerű. Tehát ez nem így működik, mert a 2x2 az 4, az mindenhol 4, de az, hogy valaki tehetséges vagy nem tehetséges, vagy jó vagy nem jó, az egy szubjektív dolog. Az, hogy a szakma eldönti rólam, vagy rólad, hogy jó vagy, amit csinálsz, az mennyiben ér. Tehát... Figyelj, de az nekem meggyőződésem egyébként, és akkor némiképp összeérnek a dolgok, amikről eddig beszéltünk, hogy az ember csendjében, vagy csendre ítélt állapotában egyrészt rágja önmagát, másrészt érez dühöt, érez tehetetlenséget, persze küzd a túlélésért. Ennek megvoltak mindig a fázisai, miközben feleltél két gyerekért. Tehát, hogy persze, azért... Hát valahogy azért pénzt kellett keresnem. Tehát voltak jobb időszakok, de hát voltak olyan évek, ahol ki kellett találnom. Hát valamit ki kellett találnom. És az, hogy leszámolj ebben az egész szakmával? Hát... Ez nagyon nehéz. Ő leszámolt velem, vagy nem tudom, hogy nem vagyok játékos. De hát most veled miről beszélgessek? Te láttál egy előadást? Most nemrég jöttél ki a... Hát... Én láttam egy előadást, Alduett a címe, a javaslom mindenkinek, hogy nézze meg, úgy fognak maradni. Spinoza ház, és hát tudni kell, hogy a Bach Szilvi írta. És Bach Szilvi írta a darabot, de ugye itt van egy kapaszkodó, de közben, ha körülnézel, 2013 jön az ősz. Közben a magánéletedben persze ugye szépen alakulnak a dolgok, hisz férhez mentél, nász út, szóval, hogy ami itt most körülötted történt, Rita, egyébként ugye nehéz mondatokba összerakni, de hogy úgy, ha leülünk, megtörtént, ami megtörtént, merre fele akarsz menni? Hát figyelj, a vágyaimról beszélhetek, de hát az, hogy mi az embernek a vágya, meg mit szeretne évek óta. Én nagyon régen nem tartoztam társulathoz, de most nem az a világ van, hogy szerződéseket ajánlanak. Tehát ez nem létező dolog. De nyilván nagyon jó lenne, boldogan vállalnám, hogyha egy társulatnak a tagja lehetnék, mert az egy tartozó valahova, egy családhoz. Az egy fontos dolog tartozni valahova, és amikor érzi az ember, hogy számítanak rá. De mivel nem jönnek el, tehát nem látok egy rendezőt, vagy egy színi igazgatót, vagy egy ilyen előadáson, amit csinálok, tehát esély nincsen arra, hogy azt mondják, hogy... Jaj, de jó, és te nem vagy sehol, nem jönnél hozzánk. És hogyha hát azt mondjuk, hogy oké, ha ez nincs, akkor mi van? Hát akkor próbálok például megint tanítani a Csisztu Zsuzsával most éppen, meg a Görög Zitával. A mentor? Igen, a mentorházat próbálkozunk fölfejleszteni és megcsinálni. Tehát, hogy valamit átadjak abból, amit tudok. Én nagyon régóta tanítok, tehát ez a dolog nem áll tőlem távol. Nyilván a színház az egy fontosabb dolog nekem, de ezt a darabot jövőre is fogjuk játszani. És nagyon sokat játszottam a Spinózába, monodrámát, a Cejzer Gabi rendezésébe, én rendeztem több ízben, holokauszt novellákat, a Lévai Katitól ott a Spinózába, tehát én ott rendszeresen vagyok, csak azt hiszem, hogy elfogyott az energiám, hogy én önállóan egy produkciót színpadra rakjak úgy, hogy összeszedjük a jelmezt, a díszletet, összekaparjuk. És itt ilyen értelemben nem szimbolikus, hogy amikor ez a betegség jött, akkor úgy valahogy akár a múltban, a családból, vagy innen-onnan magánéletedből hozott cuccok, meg a szakmai cuccok, tehát hogy úgy mindennel így eddig lettél? Hát nem tudom, mert közben mondom, a magánéletem meg az egyik fele az remekül működik. Tehát ott a nyugalom meg a béke, és nem is tudtam, hogy így lehet élni. Tehát éppen tegnap mondtam a páromnak, hogy hát én nem tudtam, hogy így lehet élni. Tehát két ember tud így élni, hogy nincsen egy vita, vagy egy hangos szó, vagy... Még sose voltál ilyen kiegyensúlyozott kapcsolatban? Soha életem. Soha életemben. Mindig olyan férfiakkal hozott össze a sors, akik,
emberekkel vitám volt, bármilyen vitám, és mindig elfajultak ezek a viták, mert amikor nincsen érve az embernek, akkor agresszív lesz, és akkor, tehát én sokat veszekedtem meg. De egy impulzív csaj vagy alapvetően, nem? Igen, és én nem bírom az agressziót, tehát hogyha valaki agresszív velem, akkor én tízszer olyan agresszív vagyok. Tehát én arra rosszul reagálok az agresszióra. De hát itt nincsen dobbantó, tehát az a lényeg a dolognak, hogyha valamiért duzzogok, vagy, de hát ez egy férfi-nő kapcsolat, azt hiszem ezt érted, ha valami bajod van, és duzzogsz, jössz-mész otthon szó nélkül, és csapkodsz, és megkérdezi a másik, hogy mi bajod van? Semmi. Ugye? És megint jössz. De mi bajod? Semmi, nem érdekes. És eltelik megint x perc, óra. És van egy pont, amikor azt mondja neked, hogy de nem mondanád meg, mi bajom van? Hát az a bajom, hogy majd én ne... Tehát itt van a dobbantó, hogy lehet kiabálni. Na most, ha nincs dobbantó, akkor... Hogyha valaki azt mondja, hogy jól van, Mókus, jó, hát... Tehát esély nincs arra, hogy azt megkapjam, hogy megkérdezze picit emelt hangon, amire már rá lehet ülni, de és hát akkor mit a rincsor, tudod? Békére vagy ítélve. Abszolút. Harmóniára vagy ítélve. Abszolút. És ezen nagyon jókat mosolygok egyébként, hogy mennyire ki is lett oldva belőlem. Tehát ezek a csippek valahogy ki lettek szerelve. De érdekes akkor most a leltár, nem? Tehát egyébként ami a legfontosabb, az érzelmi élet, vagy hogy a támaszkodás, vagy az ölelés, az megvan. Igen. Egy ilyen önálló estem is volt 3 évvel ezelőtt, hogy leltár. Igen. Egész 20. századi magyar versekben, még 19 is, tehát abból is csináltam egy 2 órás műsort. Tehát ilyeneket én csinálok. Hát most csak itt ilyen rövid leltárt csináltunk, amiben persze annyi mindent meg lehet említeni, hogy mennyi mindent csináltál, csak az a vérlázít, hogy nem feltétlenül tudnak róla sokan. De ha a mostani diagnózis és leltár, az egyrészt, hogy jó hazamenni. Nagyon. Hogy hívják ezt? Kontrollvizsgálatokra jársz. Igen. És úgy hiszed, hogy meggyógyultál, ugye? Ne, én tudom, hogy meggyógyultam. Én azt mondtam, hogy nagyon-nagyon-nagyon csalódnék magamba, hogyha én meghalnék rákba. Az egy hihetetlen csalódás lenne. Tehát ezt kizártnak tartom. Ez volt, ezt kaptam egy jelet, hogy ez nem így, hanem úgy, ez így nem baba. És a nem így, hanem úgy, az lefordítható? Hogy akkor miben akarsz másként élni? Majd megírom a könyvembe. Legalább valamit az elvek szintjén, na. Hát ezt az én felfokozott rossz beidegződéseimet, a rossz rácsapásaimat, helyzeteknek a rossz megoldását, vagy ha nem megoldását, az ebben való állandó elmerülésemet, vagy megmártózásomat, tehát ezt abba kell hagyni. Ilyen szempontból egyébként gondolkodásban tényleg lehet azt mondani, hogy van az időszámításunk előtt és időszámítás után? Tehát, hogy itt tényleg van egy olyan nagy leltár? Fokozatos dolog van. Fokozatosan változik az ember, és úgy gondolom, hogy vannak helyzetek, amikor még azt mondom magamnak, hogy Ritunka, ez az, amit nem kéne. Tehát még folyik a munka. Igen, igen. És ezt mindenkinek ajánlom. Tehát azért is akarom ezt megírni, mert tehát az én példámon, vagy az én történetemen úgy gondolom, hogy mindenki tanulhat. És aki egy ilyen helyzetbe kerül, és ezt megéli, akkor tudja megtalálni magának, és le tudjon kaparászni a dolgok mélyére, hogy megtalálja, hogy miért van meg, hogy is annyi minden miatt lehet, tehát egy rossz házasságtól kezdve a boldogtalanságig. Ez az Angelina Jolie történet is, ugye, hogy jött, és kérdezték tőlem, hívtak újságírók, hogy mi a véleményem erről. És akkor azt mondtam, hogy mindenki a saját testével azt csinál, amit akar. Senkinek semmi köze hozzá, nem ítélhet el, és meg senkit, úgy gondolom. De ha valaki a lelkében rendet csinál meg az agyában, akkor abban sokkal nagyobb szansz van, hogy nem öröklődik és nem kapja meg ezt a betegséget,
Ha pedig nem csinál rendet magában, és nem úgy él, akkor a szervezet szerintem nagyon leleményes. És kijöhet máshol más valami. Tehát az, hogy a lelkünket hogy tartjuk rendben, és hogy nézzünk bele a tükörbe, és ez nem ilyen marhaságokról beszélek, hogy odállok a tükör elé reggel, hallottam már ilyet, minden reggel, és megsimogatom magam, hogy szeretem magam is. Tehát nem ilyen orbitális baromságokról beszélek, mert simogasson más, hanem én nekem magamba rendbe kell lennem. Tehát ez nem egy ilyen külső dolog, hanem hogy tegező viszonyban legyek magammal. Ne magázódjak, szeressem magam. A szó olyan értelmében, ahogy te velem szemben ülsz, én magammal szemben is le tudjak ülni, vagy bele tudjak nézni a tükörbe. És ebben haladsz előre. Remélem. Köszönöm, hogy eljöttél. Én. Legyen így legközelebb is. Az Egy Kávé Szilinórával együttműködő partnere a budapestisminkiskola.com.